Hagyományos román bált rendeztek szombat este a Román Kulturális Központban. Az eseményt 1981 óta tartják meg minden évben Gyulán. A hazai románság minden közössége képviseltette magát Budapesttől kezdve a három, románok lakta magyarországi megyéig, de érkeztek vendégek a határon túlról is. Az országos önkormányzatnak a feladata az, hogy ne csak a bálon keresztül tartjuk a közösséggel a kapcsolatot, hiszen mi mindig fölkeresünk szinten, havi szinten a közösségeinket, felmérjük a igényeket és próbálunk segíteni, hogy egy ilyen összetartó közösség legyen. A román kisebbség az elmúlt években nagyobb támogatásokhoz jutva erősíteni tudta identitását és összetartozását, mondta el Kressza Traján nemzetiségi szószóló. Azóta, amióta a szószólói rendszer tulajdonképpen be lett vezetve, azóta el lehet mondani, hogy az intézmények nagyon nagy mértékben tudtak különböző felújításokat, beruházásokat végezni. Mivel most Gyulán vagyunk, én a gyulairól szeretném elmondani, hogy több millió forint értékű beruházást sikerült eszközölni a tavalyi évben, 50 millió forint körüli összegben, előző évben szintén egy 60-70 millió forint, ami gyulai román gimnázium tekintetében egy nagyon szép összeg, valamint többi településen is ugyanígy ilyen körülmények között tudtunk nagyobb beruházásokat eszközölni. A szombati bálon részt vett a román nagykövet, a főkonzulok és a román püspök is.